A következőkben vendégem Szőke Attila Szilárd, az alsóvárosi református lelkész, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egy különleges előadás sorozat lesz itt a Damjanich téri templomban, a mai nyelven az örökkévalóról címmel. Négy felvidéki lelkészt fog vendégül látni a város, pontosabban a Damjanich téri református templom, ahol különleges eseményre kerül majd sor, erről beszélgetünk. Üdvözlöm a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a nézőket és önt is. No, hát október 24-től 27-ig, ugye ez a október 23-a miatti, hát idézőjelesen csonka hét, amit hát teljes egészében sikerül akkor megtelíteni programmal. Volt-e már hasonló program, vagy voltak-e hasonló kezdeményezések itt a református templomban? A sajátsága ennek a rendezvénysorozatnak, ennek az előadás vagy áhítat sorozatnak, az adja az egyedi jellegét, hogy kilépünk a világ elé, és szeretnénk nem csupán a saját berkeinken belül, vagy csak a keresztényeket megszólítani, hanem mindazokat, akik keresők. Tehát ez azért fontos, hogy legyen az egyháznak ne csak egy befelé zárkózó jellege, ami mondjuk megerősíti azt, hogy egy közösség vagyunk, összetartunk, szeretünk a saját köreinken belül lenni, de legyen egy kinyújtott keze. Tegyen olyan ajánlatot, legyen olyan meghívása, és ezért is örülök, hogy ma itt lehetek, mert ezt szélesebb körben megtehetjük, hogy azok, akik talán az életük legfontosabb kérdéseire keresnek választ, vagy valami újszerűen szeretnék, hogyha megfogalmazódna az, amihez lehet eddig nem találtak kapcsolópontot, és ennek nyomán a válaszom ez, hogy volt ez korábban is, időről időre, most a Covid ezt megszakította, ezt a hagyományt, de minden ősszel volt egy hasonló sorozat már a korábbi években is. Az elődöm is ezt a jó szokást gyakorolta, Csuka Tamás püspök úrról van szó, aki alapította a gyülekezetet és ezt a templomot építette. De a hangsúly ezen van, hogy valami módon elérjünk olyanokat, akik nem templomos, nem gyakorolják a közösségbejárást, de mégis az életüknek valami olyan gyökeret keresnek, valami olyan tartalmat vagy medret, valami, ami megfoghatja az életüket és elrendezheti a legfontosabb problémáikat, kérdéseiket. E közé a kinyújtott kéz köré szerveződik ez a négy előadás. Feltételezem, hogy ezért is használta ezt a kifejezést. Menjünk végig sorba rajta, már csak azért is, mert például itt a keddi és a szerdainak, ha jól látom, akkor ugyanaz a címe, de az előadók viszont különbözőek. Ez azért van, mert nagy nézőközönségre számítanak, és van plusz egy előadás belőle, vagy mi az ok? Egészen egyszerű, bár nem derül ki a leíratból, lelkipásztor házaspárról van szó. Egyébként mind a négyen, az első kettő estén is egy házaspárt, és a második kettőn is egy házaspárt fogunk hallgatni. A Szatmári Zsuzsa és Tóth Zoltán, ők szaklelki gondozók. Ez mit jelent? Bocsánat. A szaklelki gondozó egy olyan plusz tudást, többlet tudást jelent, van, aki ezt kórházban hasznosítja, van, aki akár katonaságban, vagy betegek mellett, vagy olyan speciális területe az életnek, a feleségem szintén lelkipásztor, ő is szaklelki gondozó, ő családokkal, meg házaspárokkal foglalkozik. Ez annak idején olyan, mint a tábori lelkész volt? Igen, tulajdonképpen. Ez működik ma is, és egy speciális elhívást igényel. És ez a specifikum megvan benne, várjuk mi is, hogy olyan módon tudják egy lelkigondozó érzékenységgel megszólítani az embereket, amit itt ők le is írnak. Én arra gondolok, hogy össze fog tartozni majd valami módon ez a két áhítat, amit ők megszólaltatnak. Tudom, van egy első és egy második része akkor ennek így. Igen, így látom. Jó. A csütörtöki az elveszíthetetlen dicsőséget, a pénteki pedig a Mert lelke benne van címet viseli. Nekik mi a specifikusságuk, hogyha nekik is van már, hogy akkor hogy a kassai házaspárnak ezek szerint akkor? Úgy kaptuk most a meghívott lelkipásztorokat, hogy van a közülük olyan, aki nagyvárosi gyülekezetet vezet, van, aki kicsi szorványokkal foglalkozik,
És ezzel azt gondolom megvan itt is egy különleges érzékenység, hiszen más egy városi létben keresni a valami örök üzenetet és valami fontos tartalmat az életünknek, és más lehet egy fogyó közösségben, kisfalvakban, vagy akár olyan. Ugye Léva is, ahonnan érkezik Kassai Gyula, már egészen fönt van ez az északi végeken van, felvidéki lelkipásztorokról van szó, ezt talán még nem említettem, ahol fogyatkozik a magyarság, és érdekes, hogy ott is egy olyan helytállásban, ahol keresi az ember az önazonosságát, az identitását, nagyon felhigul, és azt lehet mondani, hogy elszlovákosodik a magyarság már ott fönt a végeken. Hogyan kell ott egy olyan üzenetet megfogalmazni, ami erről szól, hogy ki vagyok, mi az életem tartalma, merre tartok, mit keresek itt a földön? Maga az evangelizáció is, mint egy műfaj, ez egy sajátos dolog. Nem egy vasárnapi ige hirdetést kell elképzelni, ahol a hívek, megint így fogalmazok, a saját berkeinken belül vannak, hanem valahogy a központi üzenetét a Szentírásnak megfogalmazni, ami arra jó, hogy arra lássunk rá, hogy hogyan működik az Isten, most ilyen furcsán fogom ezt kimondani. Mindenkinek van erről valami képe, és úgy elrendezzük azt, hogy az életünkhöz milyen támpontokat kaphatunk, kihez lehet fordulni, ha valamilyen gondunk van. És talán a mai világban elmondhatjuk azt is, hogy nagyon sok egy ilyen kívülről érkező hatásként szeretnék az embert definiálni, meghatározni, hogy ki vagyok. Akár most itt a reklámokra, a politikára gondolhatok, a fogyasztásnak a nagy csatornáira. De egy másik csapda, hogy hogyan működik az Isten, ha már ezt mondtam az előbb, hogy saját magunk igyekszünk ezt saját kútfőből meghatározni. Ugye ezt látjuk, mint egy tendenciát is, hogy a mai világban nem annyira ezt a szokványos utat keresik az emberek, hanem a nagy felekezeteken kívül szeret. De ennek megvan a maga veszélye is, hogy csak arra támaszkodok, hogy én mit gondolok a világalkotóról, én mit gondolok a saját életemnek nagy sorstényezőiről, hatóerőiről. Ez kérdés, hogy tudok-e kreálni, vagy nem megyek-e félre a gondolatban, hogyha csak én tőlem függ az, hogy ki az Isten is az én gondolataimtól. Amit mond, ez azért érdekes, mert valóban azért a 20. század vége, 21. század az abszolút arról szól, hogy az ember az identifikációja mentén alkotja meg a saját Isten képét, sőt, hova tovább tán saját Istenét is. Igen, erre gondolok. Most az evangelizációnak a szó klasszikus értelmé túl, akkor ha jól értem, akkor egy olyan plusz jelentéstartalommal gazdagodott, hogy megmutatni, hogy ebben az Isten keresésben, perteremtésben milyen fogóckodói lehetnek az embernek a református egyházzal kapcsolatban, vagy az ő segítségével? Igen, ilyesmi. Hát azt fogalmaznám még meg, hogy a tapasztalataink szerint megfáradtak az emberek. Méghozzá abban fáradtak meg, furcsa lesz ezt talán hallani, saját magukban, vagy ebben az öndefinícióban, hogy én magam alkotom. Hát most nagy szavak nélkül, de talán ez az egzisztencializmusnak, ami a 20. században felépült, az egyik ilyen alaptétele, hogy én alkotom és hozom létre magamat, meg a világomat. De Isten ebben hol kap helyet? És itt félrecsúszik a vágány, hogy sokszor érezhető, hogy egy társ szerepet abban, hogy az én életemet kitöltse, vagy helyre billentse, vagy valami jót még pluszt hozzáadhasson. Tehát mondhatnám, hogy ez egy életközepi válság, de nem ahogy a lélektanosok beszélnek erről, hanem az élet középpontjának a válsága, úgy a közepi válsága, hogy más kerül középre. Ezt nyilván ott is fogjuk majd mondani ezeken az estéken, hogy a középpontot egyedül Isten szeretné, és azt, hogy mi rendezzük ő köré az életünket, és fordítva nem működik. Ez is az Isten működésének az egyik sajátossága. Tehát ez egyfajta döntést is, egy újfajta látásmódot, de egy olyan keretrendszert ad, amiben aztán valamiféle a világgal egy új megbékélt viszony, egy kiegyensúlyozottságot hozhat. Elrendeződnek azok a kérdések, amik eddig nagyon zavaróak voltak, és esetleg hozta már az ember az életén keresztül. Tehát ezért kereső a kifejezés, amit használtam.
úgy is, hogy talán nem is sejti magáról az ember, hogy én kereső vagyok. Uh-huh. De lehet ez egy nyugtalanság, ami zörget már jó év alatt, az előbb jó idő óta. Az előbb említettem ezt a dolgot, hogy úgy meg vagyok fáradva, és keresném, hogy mi ad valami tartalmat, valami mélységet az életemnek. Na és ezt egy újszerű beállításban, lényegileg lecsontozva is olyan feleleteket várunk, ahol talán mindenki tud csatlakozni ehhez. Hogy tudnak csatlakozni azok, akik szeretnének részt venni ezeken az előadásokon? Mindegyik nap egyébként 6 órakor kezdődnek ezek a evangelizációk. Kell valahol jelentkezni, vagy csak bezörgetek a templomajtól? Hogyan működik ez? Ezt az utóbbi egyszerű felkeresési lehetőséget választottuk, tehát tét nélkül tulajdonképpen semmiféle elköteleződést nem várunk a kitekintés, a kimeneti oldalon se. Ha valaki azt mondja, hogy jó volt hallani Istenről újszerűen, ugye a mai nyelven az örökkévalóról ez a sorozatnak a címe, és ennek okán én rájövök, hogy vannak gyökereim már, és egy másik felekezetnél. Tehát ennek is örülünk, mert valahogy akkor újra tud rendeződni, újra tud indulni, rebootoljuk az életet, és akkor egy újraindítás lehetséges. Nem várjuk, hogy református legyen, ezért aztán szabadon bárki felekezeti hovatartozás nélkül, vagy ha nincsen kötődése, szeretettel várjuk az estéken. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát nagyon sok sikert kívánunk a 4 estéhez, és hát ha az eljövőben is lesznek rendezvényei a reformátusoknak, akkor mindenképpen várjuk vissza, és akkor beszélgessünk arról is. Köszönöm a lehetőséget.